Süsüvel, Mirmúrral, Picúrral, Pompommal, illetve Sebaj Tóbiással életnagyságban találkozhatnak azok, akik elmennek a Sétáló utcai kiállításra. Kalocsára hozta ugyanis Megyeri János szobrász Csukás István halhatatlan figuráit. Már-már Hungaritumnak számító meséket próbáljuk a mai fiatalokkal is megismertetni, bemutatni. Körülbelül nem keresztül épült ez a kiállítás, mert mindig, amikor volt egy kis időm vagy pénzem, akkor mindig készült egy-egy figura, és így szépen lassan elindult. Aztán ugye ezt le is vittük ugyan Balatonszárszóra, mert ott minden évben van egy ilyen nagy rendezvény, és tulajdonképpen egy ilyen népszerűsítési programmal saját magát útra is indította, és hát rengeteg intézmény, művelési házak, kulturális központok kerestek meg minket. A most bemutatott tárlat úgy született meg, hogy a Balatonszárszói Csukás István Színház megkereste a szobrászt, hogy készítsen jelmezeket, és ekkor jutott eszébe az alkotónak, hogy milyen jól néz neki például Gombóc Artúr életnagyságban. Mindig merész vállalkozás egy kicsi figurák fölnagyítani, hiszen ezek ilyen kis bánfigurák voltak a televízión, ilyen 15-20-25 centi nagyságúak voltak. Ezek föl vannak növelve 1,80 m, 1,60 m centi magasságú óriási bábfigurák, bár én már szobroknak hívom őket, úgyhogy, és ahelyett, hogy rémisztő lett volna, ugye a nagyság, az arányok növelése miatt, még aranyosabb és még szerethetőbbé váltak ezek a figurák. A különleges kiállítás augusztus 7-ig tekinthető meg a Volt Tiszti Klub emeleti nagy termében.